Kedves kollégák, kezdődik a mai teljes mértékben, ha jól értettem, Laci bevezetőjét második előadás, ami bizonyos értelemben független az előzőtől. Igen. Címnek itt is emberi jogokkal kapcsolatos dolgot határoztam meg, és szó is lesz róla, de ahogy itt a Honet, Axel Honet újabb munkáit elolvastam, inkább a jogok fogalmához fűződő hiányosságainál fogok kiukadni, mintsem egy átfogó és meggyőző jogelméletnél. Itt más struktúra, vagy más logikát fogok követni, itt is egy gondolatmenetet rekonstruálok több nő alapján, és itt is valamilyen módon a jogok fogalmánál lyukadok ki, de sokkal inkább a momentén indulok el, hogy az Axel Honneth hogyan gondolkodott a szabadság fogalmáról. Most ki az Axel Honneth? Talán ott indokoltabb erről beszélni, mint a Habermas esetében volt. Az Axel Honneth Jürgen Habermasnak az a tanítványa, aki a katedráját meg is örökölte, és mint a katedráját megöröklő személy, egyben a Frankfurti Társadalomkutatási Intézet egykori igazgatója, ő is arra törekedett, hogy föntartsa a konszenzust, vagy föntartsa a Frankfurti iskola hagyományával való kapcsolatát, és saját magát, mint egy korszerű kritikai társadalomelmélet legfőbb teoretikusaként, vagy egyik legfőbb teoretikusaként prezentálja. A Habermas időskorában egy ilyen kantiánus elképzelést, egy ilyen kantiánus szabadságfogalmat próbált érvényre juttatni. Addig a tanítványa a Honneth Hegel műveihez, különösen a fiatal Hegel műveihez viszonyult pozitívan, és a Hegel szabadság fogalmára próbált egy saját szabadságelméletet kidolgozni. Korábbi és klasszikusabb műveiben a úgynevezett elismerés elmélet került előtérbe, amely a modern társadalmakat különböző elismerési struktúrákként azonosította. Ez megtermékenyítően hatott nem csak a hegeliánus filozófiára, de a társadalomtudományokra is, amennyiben olyan több példa közül említve, például a konfliktus, társadalmi konfliktusok elméletében szokták használni, egy olyan konfliktus elméletet alapoztak az elismerés elméletére, amely tőkeformákért folyó harc mellett az ilyen társadalmi konfliktusok erkölcsi mozgatórugóira irányította a figyelmet, tehát ő úgy gondolt, hogy nem minden konfliktus írható le különböző tőkeformákért folyó harcokként, hanem van olyan konfliktus, ami a sértettségtől a megalázásra adott konzekvens vagy kevésbé konzekvens válaszként ragadhatók meg. Most nem ez lesz a mai témánk, mert a Honnethnek a nagyjából 10 és 20 évvel ezelőtt írt műveire fogok támaszkodni. Ezért itt van nálam a klasszikus műve, a Harc az elismerésért, ami 90-es években jelent meg, és a főművének tekinthető. Amiről inkább szó lesz, 2000 környékén, 2001-ben jelent meg a Leiden an Unbestimmtheit című műve, amit a Weisz János lefordított magyarra, és a Szenvedés a meghatározatlanságtól címre hallgat, ebbe a hegeli jogfilozófia aktualizálására tesz kísérletet. Bizonyos értelemben ennek a munkának a folytatása és kifejtése egy újfajta szabadságfogalommal foglalkozik, a Das Recht der Freiheit című mű, ugye a szabadság joga című, nem túl sokat mondó címet sikerült neki adni. A számomra egyénileg azért fontos, mert én az Axel Honnethnél tanultam, amikor német ösztöndíjam volt,
nagyjából abban az időszakban, amikor ezt a könyvét írta, akkor még írtam, amikor először voltam, és a második kintlétemnél már a dedikált példányt hoztam el tőle. Tehát ezek a kérdések foglalkoztatták a Hornetet azokban az években, ez a 2010 környékéről van szó. Most a Hornet ezekben a műveiben két dolgot szeretne, és én azt szeretném bemutatni a végeredménybe, hogy két ellentétes dolog, és nem tudja összeilleszteni a kétféle törekvését. Az egyikre már utaltam, ő a kritikai társadalom elmélet egyik legfontosabb szereplőjének ként próbálja prezentálni saját magát, és nagyon sok lépést tett abba az irányba, hogy olyan elméletet alkosson, ami empirikus szociológiában is alkalmazható, és amelynek a nézőpontjából modern társadalmak néhány tipikus problémája vagy patológiája azonosíthatóvá válik. Másik oldalról a Habermastól tovább örökli azt a gondolatot, amire most utalni fogok, hogy ő saját magát egy klasszikus politikai filozófusként definiálja, akit azok a problémák érdekelnek, mint Hobbesot, Locke-ot, Rousseau-t, később John Rawls-t és Habermast, és próbál egy saját normatív igazságosság elméletet létrehozni. Ez az igazságosság elmélet a hegeli jogfilozófiára épülne, tehát tulajdonképpen riválisának tartja magát ezeknek a klasszikus gondolkodóknak. Most még a Habermas esetében én azt láttam, hogy ugye az előző órák beszélgetéséből is kiderült, hogy egy olyan politikai elmélettel van dolgunk, amely megtalálja a kapcsolódási pontokat az aktuális történelmi szituációhoz. A Hornetnél nagyon fontos az, hogy egy nagyon érdekes elmélet rajzolódik ki, sok szempontból megvilágító erejű, de ez a projekt, ez teljesen elválik az ő társadalomtudományos projektjéből, bizonyos szempontból feszültségbe is kerül a kettő egymással. Most miről van szó ezekben a művekben? Ezeknek a műveknek a témája, hogyha így összeolvassuk őket, hogy egy saját szabadságfogalmat, egy új típusú szabadságfogalmat szeretne érvényre juttatni, amit ő a Hegelnél talál meg, a hegeli jogfilozófiában, és ennek a mibenlétét szeretné megvilágítani, és ezt szeretné valamilyen módon empirikus példákhoz is kötni, és ezt hívja szociális szabadságnak. Még egy művét nem említettem a Hornetnek, ami nem is mű, egy előadás, 2015-ben tartott a Budapesten. Ez számomra megvilágító erejű volt abból a szempontból, hogy mit is szeretne ő tulajdonképpen. Úgy struktúrálta a saját szabadság elméletét, hogy ezt szembefordította az Isaac Berlinnek a két eszé a szabadság, vagy négy eszé a szabadságról című művében, a szabadság két fogalma című művének álláspontjában. Ugye nagyon egyszerűen ugye a Isaac Berlin az két fajta szabadság fogalmat vázol fel. A pozitív és a negatív szabadság fogalmat, és hát elég ellentmondásos az az eszé is. Ha egy kicsit naívan és felszínesen olvasok, akkor azt látjuk, hogy ő amellett érve, hogy az igazi szabadság az a negatív szabadságban állna, és a pozitív szabadság mindig valami veszélyt jelent, aminek a leple alatt az ilyen totalitárius erők megjelennek, és a privát szféráját élvezni próbáló egyént az uralma alá hajtja. Ezt az álláspontot egyébként pontosabban és legszellemesebben a már említett Kis János bírálta, aki azt mondja, hogy a Berlin mindig kétfelé beszél. Egyrészt azt mondja, hogy a negatív a szabadsága jó, másrészt szövegének más helyein pedig azt mondja, hogy mind a két szabadság fogalmak megvannak a jó és a rossz, tehát patológikus változatai. Most inkább egy ilyenfajta felfogáshoz viszonyul a Hornet, és azt mondja, hogy a
Ha a Berlint olvassuk, már akkor is kiderül, hogy a szabadságnak nem kettő, hanem három fogalmát különíthetjük el. Ezeket ő nem negatívnak és pozitívnak hívja, hanem ezeket bizonyos szempontból máshogy csoportosítja, és három szabadság fogalomról beszél, a negatív, a reflexív és a szociális szabadság fogalmával, és azt akarja bemutatni, hogy igazi teljes szabadságot a szociális szabadság ideájának követése jelenteni. Na most az érvelés kezdőpontja azért a Hornetnél is a negatív szabadságeszmény bírálata. Hornet a negatív szabadság fogalmát elsősorban Hobbes és Nozick filozófiájából bontja ki, ebben a említett előadásában és a 2011-es könyvében. A kritikájának két része van, az egyik nagyon bonyolult módon bírálja a negatív szabadsághoz kötődő társadalmi szerződés gondolatát. Itt fölmerül a kérdés, nagyon nem akarok belemenni és húzni az időt, hogy a negatív szabadság fogalmából feltétlenül következne, hogy az illető az a társadalmi szerződés bármilyen gondolatát is elfogadná, de kétségtelen, hogy itt szerződés koncepciók bírálatáról van szó. A nagyon naívan és leegyszerűsítve a Hornetnek az a baja ezekkel a hobbesiánus szerződés elméletekkel, hogy egy csalást hajtanak végre ezek a szerzők. Bizonyos emberi tulajdonságokat és normákat ők konstitutívnak és fontosnak tartanak, viszont ezekről a normákról ezek a szerzők azt mondják, hogy ezekben a normákban, ezeknek a normáknak a megítélésében az adott szereplők nem illetékesek. Azoknak a normáknak az érvényéről nem a szerződésben döntenek a személyek, hanem azok bizonyos adottságok, amelyeket a természeti állapotból visz magával az adott polgár, amikor a társadalmi szerződésben beleegyezését adja. Tehát ezeket a konstitutív normákat, ezek a szerzők már a szerződés megkötésének természeti feltételei között rögzítik. Sokszor a szerződő felek megváltoztathatatlan antropológiai tulajdonságaiként utalnak rájuk. Ez okozza azt, hogy ezután a szerződés elméleti szerzők a szerződő feleket pusztán haszonkalkulációt lebonyolító negatív szabadságuk növelésében érdekelt egyénekként tudták bemutatni. Ezt az antropologizáló felfogást a Hornet elveti, ő végig arra gondol, hogy az egymással beszélgetésben, vitában álló szereplők, azok adnak saját maguknak normákat, azok határoznak arról, hogy azoknak kell arról határozni, hogy milyen közösségben, milyen feltételek között szeretnének élni. Azt mondja, hogyha a döntéshozatalt egy ilyen hobbesiánus szerződés mintájára gondoljuk el, akkor ráadásul azt kell mondanunk, hogy ezeknek a szereplőknek igen korlátozott az autonómiájuk, szabadságuk igen korlátozott, hiszen nem befolyásolhatják érdemben azokat a körülményeket, amelyek és azt a kulturális keretrendszert, amelyben a döntésük lezajlik. A másik típusú érvelés az világosabb, de klasszikusabb is, ezzel semmiféle újdonságot nem állít az Axel Hornet, de bizony szempontból paradigmatikus jelentőségű lesz. Azt mondja, hogy a negatív szabadság hívei, így például Hobbes, Locke és Nozick, a szabadságot mikor definiálják, pusztán a külső korlátok hiányaként azonosítják, ez lenne a negatív szabadság fogalma, így a szabadság megvalósulását teljesen függetlenítik azoktól a motivumoktól és szándékoktól, amelyek szerint a cselekvésüket végrehajtják. Így viszont paradox módon szabadnak kell tekinteniük azokat is, akik a cselekvésüket teljesen irracionális indokok, motivációk, impulzusok hatására hajtják végre, így például azt is, aki a szeszélyei vagy a káros szenvedélyei szerint cselekszik. Ha nincs külső akadály, akkor az alkoholista, a játékfüggő, a televízió vagy telefonfüggő, ezek mind szabadok lennének,
szabad ember paradigmatikus esetei lennének egészen addig, amíg csak saját magának árt, de másoknak nem árt a tevékenységével. Hát ez egy ismert érv, általában egy ilyen kantiánus érvként szokták ezt rekonstruálni. A Honneth ezt a bírálatot a Rousseauhoz köti, azt mondja, hogy a negatív szabadság fogalmának e korlátaira reagált Rousseau, amikor megkülönböztette egyrészt az akarattal összhangban álló cselekvést, másrészt a pusztán természeti hatalmaknak engedelmeskedő cselekvéstől. Így ő amellett érve, hogy már Kant előtt szembeállította Rousseau egymással az autonóm cselekvést, és a cselekvésünket gátló heteronóm, vagy tévútra vezető heteronóm tényezőket. Ezzel a gondolattal Rousseau két teljesen ellentétes politikai filozófiai hagyomány kezdő pontjává vált, mind a kettőben közös, hogy szemben áll a szabadság negatív felfogásával. Az egyiket egy ilyen romantikus eszménynek tartja, vagy romantikus eszményként jellemzi a Honneth, leginkább Herderben találja meg a kezdőpontját, és azt mondja, aki valami olyasmit mondana, hogy akkor vagyunk igazán szabadok, hogyha megtaláltuk cselekvésünk autentikus mozgatórugóit, és ennek megtalálásában a hagyományaink és a hagyományainkon keresztül találjuk meg az utat, illetve a nyelv médiumán keresztül. Fontosabb lesz, hogy ebből a rousseaui megkülönböztetésből, amely szembeállítja a cselekvés akaratlagos és észszerű részét, szembeállítja a természeti hatásokkal, motivációkkal. Ebből a gondolatból kinő egy másik hagyomány, ami számára fontosabb lesz, ez pedig a kantiánus hagyomány, amelyet nagyon egyszerűen úgy gondolhatunk el, hogy autonóm módon akkor cselekszünk, hogyha cselekvésünk motivációit egy bizonyos univerzalizációs tesztnek vetjük alá, ugye a kategorikus imperatívus értelmében megvizsgáljuk, hogy a cselekvésünk maximális általános törvényhozás elveivé válhatnak-e, az így létrejövő törvényeket észszerű módon akarhatjuk-e, és mások is észszerű módon akarhatják-e, illetve, hogy az így módon megvalósuló vizsgálat során kiderül-e, hogy a törvényhozásunk, öntörvényhozásunk közben mindenkire magában való célként tekintettük el. Szóval Honneth így összességében a negatív szabadság hagyományával a szabadság egy rendkívül sokszínű tradícióját állította szembe, illetve legalábbis két irányú tradícióját állította szembe, amelyben viszont van egy közös irány, vagy egy közös vonás, az, hogy ezek a szerzők különböző önreflexív eljárásokhoz kötötték az észszerű cselekvés végrehajtását. Úgy gondolták, hogy különböző önreflexív eljárások bemutatásával választják el egymástól az észszerű cselekvést, és pusztán a természet szeszélyei által vezérel cselekvést. Ezek a szerzők azt mondják, hogy az önreflexív eljárásban megszülető cselekvés lenne a szabad cselekvés példája. Honneth egyébként a szabadság így kirajzolódó különböző modelljeit nem a pozitív szabadság fogalma alá rendezi, ahogy azt az Isaac Berlin tenni, hanem az önvizsgálat fontosságát emeli ki, és ezért nevezi el ezeket reflexív szabadságnak. A reflexív szabadság különböző elképzeléseiként azonosítja. Ugye a Berlin is megkülönböztette egymást a pozitív szabadságnak az individuális és kollektív típusait, ahogy a Berlin pozitív szabadságnak nevezte azt is, hogyha egy individuum ilyen kantiánus értelemben saját magának úgymond észszerű elveket határoz meg, és pozitív szabadságnak nevezte azt is, amikor ilyen rousseauiánus értelemben közös törvényhozásban vesznek részt a tagok, saját maguknak az észszerű akaratot, vagy az általános akaratot megtestesítő törvényeket hoznak.
Ehhez hasonlóan a honet is megkülönbözteti, tehát a reflexív szabadságnak ezeket az individuális formáit és a kollektív formáit. Hogy jön ide a képbe a szabadság egy harmadik fogalma, a szociális szabadság? Én úgy látom, hogy Honneth érvelésének a központi eleme az a kritika, amelyet ismertettünk, amelyet a reflexív szabadság elkötelezettjei szembeállítanak a negatív szabadság híveivel. Ezt azonban az úgynevezett szociális élet vagy a társadalmi élet nézőpontjából újra definiálja, és ebből a szempontból rámutat a reflexív szabadság fogalmunk tökéletlenségeire, egyrészt magának a fogalom tökéletlenségére, vagy a duális felfogás tökéletlenségeire, másrészt arra a problémára, hogy szerinte teljes szabadság, a reflexív szabadság ideájának követésével nem jöhet létre. Úgy gondolja Honneth, hogy a különböző reflexív eljárásokban, amelyeket a említett szerzők megfogalmaznak, amelyek elválasztják egymástól az észszerűen akarható cselekvéseket, és a pusztán az ilyen természeti hajlamoknak megfelelő cselekvéseket, teljesen figyelmen kívül hagyják azt a szempontot, hogy az adott cselekvés társadalmilag realizálható-e. Ez az első eleme az érvelésének. Ezek a szerzők, mondja Honneth, nem jutnak el ahhoz a belátáshoz, hogy a társadalmi valóság nem pusztán olyan korlátot jelent a cselekvés végrehajtásánál, mint a természeti tényezők vagy a belső hajlamok. Egészen más típusú környezetről van szó, hogyha társadalomról beszélünk. A sikeres cselekvés végrehajtásához szerinte bizonyos intézményi háttér kell, és a cselekvőnek fel kell mérnie, hogy ez az intézményi vagy társadalmi háttér milyen viszonyban áll az ő cselekvésével. Úgy tűnik tehát a Honneth érvelése alapján, hogy lehetséges olyan reflexív szabadság, amelynek mozgatórugóit egy sikeres univerzalizációs, mondjuk egy ilyen kantiánus eljárás, egy tesztben próbára teszünk, de ha a cselekvést végző személy nem térképezi fel, hogy a társadalmi és intézményi környezet kedvez-e a cselekvés végrehajtásához, akkor a cselekvés egyrészt nem lesz produktív, nem fogja növelni az adott társadalmi szereplő autonómiáját, tehát nem fogja növelni a cselekvésének a lehetőségeit, egyszerűen el fog bukni, el fog vérezni a valóságon, nem fog szabadságélménnyel együtt járni. Nincs semmi okunk rá, hogy az ilyen cselekvés szabadnak nevezzük. Szerintem erre akar célozni a Honneth. Honneth ezért a következő lépésként egy teljesebb reflexiót követel meg a kantiánusénál, és azt mondja, hogy a szabad cselekvés végrehajtásához a cselekvőnek azt is mérlegelnie kell, hogy a saját magunk által megkövetelt, meghatározott célokat az adott társadalmi valóságban is észszerűen akarhatjuk el. Ezen a ponton rajzolódik ki legalábbis Honneth szerint a szabadság fogalmak hármassága. A negatív szabadság, ami a szabadság külső korlátok távollétét jelenti, a reflexív szabadság, amely az esetleg és illetve heteronóm tényezők racionális legyűrését jelenti, és a szociális szabadság, ami annak a mérlegelését jelenti, hogy az adott cselekvés produktíve az adott társadalmi környezetben. Vagy, hogy a cselekvés hozzájárul-e saját mozgásterem növekedéséhez, hozzájárul-e egy olyan intézményes környezet fenntartásához, mely hosszabb távon lehetővé teszi a társadalom tagjainak ilyen reflektált, észszerű, szabad cselekvések létrehozását. Eddig tartott a formális megkülönböztetés. Szerintem azt kell mondanunk ezen a ponton, hogy a három szabadság fogalmának
különböztetése ezen a ponton még igen gyenge lábakon áll. Két fontos kérdést tennék itt föl. Az egyik, ugye a szociális szabadság fogalma, amit itt bevezettünk, egy teljesebb reflexióra hivatkozott. Így kérdés, hogy nem érdemes-e, ha már a tipológiánál maradunk, reflexív szabadság, a szociális szabadságot a reflexív szabadság egy korrigált formájának tartalunk. Nem kéne mégis azt mondani, hogy ez Isaac Berlinnek van igaza, kétféle szabadság eszmény van, van a negatív és a pozitív. És a pozitívon belül lehet a reflexiónak különböző típusairól beszélni. A másik kérdés, amit fölmerül, hogy a társadalmi háttér, a társadalmi kontextus feltérképezése biztosan az autonómia részét képezi-e, vagy ilyen konstitutív részét képezi-e. Mondjuk egy ilyen kvázi kantiánus módon elképzelhetünk egy olyan cselekvést, amit egy magányos forradalmár hajt végre, jogainak tudatában cselekszik, autonóm módon, az elnyomásra fittyet hányva, és a társadalmi környezetre is fittyet hányva. Nem bejáratott társadalmi mechanizmusok alapján. Lehetséges, hogy az adott társadalmi helyzetben ez a forradalmár, magányos forradalmár elbukik, és tragikus hős lesz, de miért nem mondhatnánk azt, hogy abban a pillanatban autonóm módon, vagy szabadon hajtotta végre a cselekvését. Sőt, nagyon is úgy tűnik, hogy ő volt az igazán szabad társadalmi szereplő, vagy cselekvő. Most a válaszában, ha föltesszük a kérdést, és ezek mentén olvassuk a Honneth szövegét, akkor látható, hogy Honneth ragaszkodik ahhoz, hogy az autonómia csak a társadalmi szempontok figyelembe vételével realizálható, és ahhoz is ragaszkodik, hogy a társadalmi szempontok, a cselekvés társadalmi kontextusának mérlegelése nem csak esetlegesen járul hozzá, a szabadságról szóló, szabad cselekvésről szóló reflexiónhoz. Folytatja az érvelését ezen a ponton, ismét a reflexív szabadság híveinek érve kerül előtérbe, az, hogy a negatív szabadság koncepciója csak akkor haladható meg, ha a reflexió során, ahogy már, az, már említettük az imént, a reflexió során elválasztjuk egymást az autonóm cselekvést és az azokat korlátozó heteronóm tényezőket. Azt kell látnunk a Honneth szempontjából, hogy ebben a duális autonómia-heteronómia megkülönböztetésén alapuló modellben a társadalmi környezet a cselekvést akadályozó tényezőként, a cselekvést akadályozó heteronóm tényezőként van definiálva, mondjuk egy ilyen kantiánus modellben. Így ez a modell elrejti a szemünk elől, mondja Honneth, hogy a társadalmi valóság az autonóm cselekvés végrehajtásának szükségszerű előfeltétele, praktikusabban a szabadság megéléséhez, produktív cselekvéséhez az együtt cselekvés módozatait is meg kell alapozni. Valami olyasmiről van szó, hogy a igazán szabad cselekvést akkor tudok végrehajtani, hogyha egyszerre arra is figyelek, hogy mások is vevők legyenek mondjuk a cselekvésen, hogy másoknak is elfogadható legyen, hogy másokkal is közös pontot képezzen. Ha már ez igaz, akkor a társadalom az teljesen más, mint a bizonyos törvény kontextus, mint a bizonyos törvényeknek engedelmeskedő természeti környezet, ami egyfajta akadályt képez. Itt arról van szó, hogy igazán szabadon akkor tudok cselekedni, hogyha valahogy másokkal összhangban, másokra hatással, hatást gyakorolva tudok cselekvést végrehajtani. Én úgy látom, mikor ezt a szöveget olvastam, hogy Honneth, mint hogyha robogna egy ilyen nagyon radikális gondolat megfogalmazása, ez egy nagyon radikális szabadság felfogás kidolgozásához, amelyet mondjuk úgy fogalmazhatnánk meg, vagy úgy határozhatnánk meg, csak akkor jutunk el ehhez a tiszta, kényszermentes autonóm cselekvés lehetőségéhez, hogyha a külső realitást felszabadítjuk, mondjuk így egy ilyen radikális nyelvhasználattal,
a heteronómia és a kényszer hatása alól, és alávetjük az autonómiánk belső törvényszerűségének. És ezt a bonyolult mondatot kimondva, ez úgy hangzik, minthogyha egy ilyen tényleg radikális, mondjuk marxista szerző szájából hallottuk volna. Tulajdonképpen, minthogyha arra, én végig azt hittem, mikor a könyvébe itt tartottam, hogy az a cél, hogy azt akarja bemutatni, hogy te addig nem tudsz individuálisan szabad cselekvést végrehajtani, amíg az egész társadalmat át nem alakítottad olyanná, amelyben már aztán individuálisan szabad cselekvést lehet végrehajtani. Tehát ez egy nagyon radikális gondolatnak tűnt számomra. Én azt is hittem, hogy a korai frankfurtiakhoz próbál visszafordulni. A Horkheimer mondott ilyeneket, hogy a kritikai teoretikus, amit még nagyon annak a mintájára fogott fel, hogy a korábbi marxisták itt egy forradalmi elitről beszéltek volna, nem azt tekintik feladatukra, hogy egyénileg szabad cselekvést hajtsanak végre. Ezek az emberek, mond ilyeneket a Horkheimer, az egész társadalmat az emberi cselekvés termékének tartja, és úgy gondolkodnak, hogy a cselekedeteikkel uralmuk alá vonják az egészet, fölismerjék azt, hogy a társadalom az ő alkotásuk, a társadalmat olyanná alakítsák át, hogy majdan értelmes életet tegyenek lehetővé, szabad cselekvések végrehajtásának alapjaivá váljon. Hát ez volt az elképzelésem. Ahogy azonban tovább olvastam a Honneth elemzéseit, úgy láttam, hogy Honneth az egyáltalán nem, ezt ő sértőnek tartaná, de nem radikális ilyen szempontból. Sokkal inkább egy ilyen klasszikus hegeliánus figurának tűnik. A Honneth leginkább azt reméli, hogy a szociális szabadság ilyen fogalmának bevezetésével rá tud világítani különböző cselekvéstípusokra, amelyeket a tagok olyan módon, mármint a cselekvők olyan módon hajtanak végre, hogy semmiféle külső instancia, semmiféle külső dolog nem befolyásolja az együtt cselekvésüket. Ennyiben az ő szabadság fogalma hasonlítana a berlinféle negatív szabadság fogalmához, Berlin is néha kényszermentességről beszél. Azonban azt is hozzáteszi a Honneth, hogy egy olyan cselekvésről van szó, amelyben ezek a szereplők valamilyen kiteljesedést, ilyen spontán kiteljesedést tudnak megélni, amelyben önkifejezéshez tudnak jutni. Alapvetően kollektív cselekvésként képzeli el a szociális szabadságot. Furcsa kettőség jellemzi a Honneth, tehát mikor példákat kell hozni, akkor vagy a hegeliánus szerző szólal meg belőle, vagy pedig egy ilyen radikális demokrata szerző. Amikor hegeliánus, akkor általában a szeretet viszonyokról beszél, azokat a hegeli passzusokat nagyon szereti, hogy igazi szabadságot az él meg, aki szereti a másikat, mert akkor oly módon cselekszik, hogy az ő cselekvésének a motivációi a másikéval egyé válik, nem is tud a saját cselekvésének céljaira úgy utalni, hogy a másik szereplő céljaira ne utalna egybe. Tehát egy ilyen fajta egymásban való feloldódást lát a szociális szabadság alapjainak. Másik oldalról viszont egy ilyen radikális demokrata jelenik meg, és a példái általában a demokratikus akcionizmusról szólnak. Az ő példája, amikor ülősztrájk van, vagy valami spontán közös cselekvés van, amikor a szereplőknek nem is kell közölni a másikkal a céljukat, teljesen azonosulnak egymás céljával. Ilyen dolgokat, ha jól értem, ilyen dolgokat képzel elő szociális szabadságként. Minden esetre ezen a ponton annyi világos, hogy ő valahogy a korábbi elismerés fogalmát szeretné bevonni a szabadság elméletébe. Kérdésünk tehát, hogy az elismerés fogalma az hogyan kötődik a szabadság fogalmához. Itt két dologról lehet szó. Az egyik, van egy Robert Brandom nevű, ugyancsak hegeliánus gondolkodó,
akinek az álláspontja számomra sokkal kézenfoghatóbb a Honetté-nél, vagy legalábbis ebben a kontrasztban úgy tűnik. Sok szempontból azonosulni is lehet vele, de őt a Honet meg fogja kritizálni. Ennyit spoilerezek belőle. A Brandon nagyjából elfogadná ezt a fajta hegeliánus érvelést, ami a szociális szabadság bevezetéséhez vezetett. Ő is az igazán szabad és kényszermentes cselekvést valamilyen kollektív cselekvésként másik nézőpontjának kényszermentes elfogadásával, ilyesmivel azonosítaná. Brandon is úgy gondolja, hogy egy cselekvés, szabad cselekvés végrehajtása valamilyen módon önismerethez vezet, vagy növel és növeli az egyéni mozgásterünket. A cselekvőnek, azt mondja Brandon, vagy legalábbis így lehet rekonstruálni az álláspontját, aki szabad cselekvést hajt végre, mindig egy közös mi perspektívából kell kiindulnia, és egy közös kultúrára kell hivatkozni, egy közös nézőpontjából kell tudni értékelni cselekvésének jelentését. A cselekvés egyébként szerinte kétszeresen, két szempontból is az elismerés fogalmához kötött. Sikeres, szabad cselekvés előfeltétele egyrészt, hogy a társadalom tagjai elismerjék a cselekvésem alapjául szolgáló értéket. Másrészt az intézményi háttér, amely a cselekvésem kontextusát képezi, bizonyos autoritások elismerésének köszönheti fenntartását. Így vonja be az elismerés fogalmát a szabad cselekvésről való gondolkodásunkba. Vagy egy kézzelfogható példát mondjunk, Brandon is úgy gondolja, hogy a szabad cselekvés az nem a magányos moralista figurának a cselekvése. Példaként hozhatjuk fel Gandhit vagy Martin Luther Kinget, akik semmiképpen sem nevezhetők magányos forradalmároknak vagy moralistáknak. Van egy határozott céljuk, az a kérdésük, hogy hogyan lehet a jogkiterjesztő cselekvést végrehajtani, ám amikor ezt a cselekvést végrehajtják, már egy közös kultúrára hivatkoznak, bizonyos értelemben már is egy többségi kultúrára hivatkoznak, azoknak a jogérzékére hivatkoznak, appellálnak, akikkel szemben a jogaikat ki szeretnék vívni, és egy közös politikai kultúrára appellálnak. Ilyen szempontból a szociális szabadság, ha ilyen Brandon-féle nézőpontból fogadjuk el, annyit jelentene, hogy a szabad cselekvés, a mozgásterünket növelő cselekvés sem magányos moralista szereplőnek a elhatározásához, mérlegeléshez kötött. Ezek a forradalmárok nagyon jól ismerik azt a társadalmat és azt a kultúrát, amelyben a cselekvésüket végrehajtják, és ez szerint mérlegelik cselekvésük lehetőségeit. Most, hogy eljutottunk egy ilyen akceptálható állásponthoz, látnunk kell, hogy Honet Brandontól eltérően erőteljesebben követné a hegeli jogfilozófia gondolatmenetét, és valamilyen erősebben hegeliánus megoldásra gondol, amikor a szabad cselekvés alaptípusát szeretné megragadni. Azt mondja, hogy a szó legszorosabb értelmében vett szabad cselekvés esetén olyan módon fonódik egymásba az én és a másik cselekvése, hogy a saját céljaimat ki sem tudom fejezni mások céljaira történő hivatkozás nélkül. Másrészt ebben az esetben, hogy teljes kényszermentességről beszélhessünk, mert eleve úgy kell kezdeményeznem a cselekvést, hogy tudom, hogy a másik komplementer módon fog hozzá viszonyulni. A szószoros értelmében tehát a Honet szerint csak ilyen cselekvések végrehajtásakor beszélhetünk kényszermentességről. Ebből a szempontból magyarázható, hogy a Honet szabadság eszményének két kulcsparadigmája, két pólus, ami egymástól nagyon messze áll, a szeretet viszony és a másik a demokratikus akcionizmus. Többé-kevésbé, amennyire lehet egy ilyen hegeliánus gondolatmenetnél, rögzítettük az érvelés fő csapás irányait. Kidolgozott Honet egy szabadság fogalmat. Kérdés, hogy jutunk el bármilyen normatív
kritikai társadalom elmélethez ebből az irányból. Honnett a könyvében arra tesz kísérletet, hogy a saját szabadság fogalmára egy átfogó igazságosság elméletet építsen. Úgy gondolja, hogy erre a szabadság fogalomra egy olyan igazságosság elmélet, vagy átfogó normatív elmélet építhető, amely elsőbséget élvez a szabadság másik két fogalmára épülő normatív elmélettel szemben. Kérdés, hogy mire gondolhat itt a Honnett? Azt ajánlja a Honnett, hogy a szabadság különböző típusairól szóló politikai filozófiai műveket olvassuk úgy, minthogyha az individuális szabadság ilyen szociálontológiai feltételeiről, szociológiai feltételeiről szóló elemzésekként olvasnánk. Ez szerint a negatív szabadság fogalmai felülvizsgálva a szubjektumok döntési szabadságát garantáló, vagy az individuumok döntési szabadságát garantáló jogállam, jogszabályi környezet lenne a szabad cselekvés által megkövetelt társadalmi kontextus. A reflexív szabadság, legalábbis a kantiánus reflexív szabadság felülvizsgálódva, amely a motivációk felülvizsgálását követeli meg, a morálisan felkészült személyek közötti dialógus, szabad dialógus lenne a szabad cselekvés által megkövetelt kontextus. A szociális szabadság felől nézve a szabad cselekvés akadálytalan végrehajtásának előfeltételét a társadalom tagjai közötti elismerési viszonyok képezik. Egy olyan intézményrendszer létrehozása, amelynek keretein belül a tagok egymást elismerésre méltóként ismerik el, egymás céljait, motivációit, tulajdonságait, stb. Ebből következik, hogy a szociális szabadság fogalmára épülő normatív elmélet legalábbis Honnett szerint sokkal átfogóbb képet nyújt az individuális szabadság társadalmi feltételeiről, mint a másik kettő. Például, mint a negatív szabadságot lehetővé tevő jogrend, vagy a morális reflexióhoz szükséges kompetenciák létrejötte, és egyaránt egy átfogóbb, kölcsönös elismerési viszonyokhoz szorul. Ennél fogva erősebb kívánalmai vannak a szociális szabadság fogalmának, mint a másik két fogalomnak. Másfelől azért látnunk kell, hogy Honnett úgy gondolja, hogy mind a negatív, mind a reflexív szabadság eszménye érvényes lehet, vagy szabadsághoz vezet bizonyos korlátozott körülmények között. Például, hogyha úgy látjuk, hogy egy adott társadalmi konfliktusba veszélybe kerül a tulajdonunk, vagy a biztonságunk, akkor teljesen jogos dolog az, hogy a különböző jogi procedúrák során megőrizhessük saját privát szféránkat, tulajdonunkat, sérthetetlenségünket. Vagy, ha egy bizonyos társadalmi folyamatokban veszélybe kerülnek az identitásképző normáink, akkor monologikus formában, vagy ilyen egyéni gondolkodás formájában, vagy mások bevonásával különböző morális eljárások során felülvizsgálhatjuk az értékeinket. Egyes társadalmi problémák a Honnett szerint arra utalnak, hogy súlyos társadalmi problémákhoz vezethet, ha a társadalom tagjai a két szabadság fogalmat, tehát a negatív és a reflexív szabadság fogalmat, és ezeknek a szabadságnak a normatív elvárásait a társadalmi létének egészére kiterjesztik. Honnettre itt nagy hatással van a ismét a hegeli jogfilozófia, és az abban kifejeződő patológia, társadalmi patológia fogalom, amely szerint a társadalmi valóság, válságjelenségek úgy jönnek létre, hogy a társadalom szereplői félreértik, hogy mit jelent az individuális szabadság, amely szerint tehát a társadalmi válságjelenségek oka az, hogy a szereplők félreértik az individuális szabadság fogalmát.
Így végül is Honnát is olyan patológiák beazonosítására törekszik, amelyek az absztrakt jog, vagy a morál logikájának túlfeszítéséből adódnak. Egyrészt a társadalom tagjai a konfliktusoktól menekülve csak a jog segítségével igyekeznek orvosolni sérelmeiket, akkor az a politika és a társadalom pluralitásának felszámolásával, eljogiasításával fog együtt járni. Másrészt a társadalmi kommunikáció is megszűnne, és a társadalmi sokszínűség is megszűnne, Honnát szerint, hogyha a társadalom tagjai saját magukra, mint ilyen felkent morális törvényhozóra tekintenének, hogyha mindenki csak egy ilyen univerzális morális nézőpontból próbálná értelmezni a társadalmi viszonyaikat. Mindkét esetben arról van szó egyébként, hogy a jogelveken vagy a morális általánosságon alapuló szabadság gyakorlása megfelelő társadalmi kontextust elhagyva végeredményben szabadsághiányos állapot vagy problémás állapot előidézéséhez vezet. Valami olyasmit szeretne mondani a Honnát, hogy teljes szabadságról akkor beszélhetünk, ha az így adott korlátok áthidalhatók, és hogyha a társadalmi problémák egy átfogó koncepció mentén megszüntethetők. Így úgy gondolja, hogy a szociális szabadság koncepciója a szabadságnak egy sokkal átfogóbb koncepciója, amely valamilyen módon kulcsot ad a kezünkbe a másik két koncepció korlátainak megvilágításához. Végül én itt egy nehezen követhető hegeliánus gondolatmenetet próbáltam végigkövetni, és ebből a szempontból rekonstruálni azt, hogy mit tekint szabadságnak Axel Honneth, és hogy ebből hogyan próbál egy univerzális normatív elméletet kidolgozni. Ezen a ponton viszont a kétségeimet fogalmaznám meg az ügyben, hogy erre a szociális szabadság fogalomra építve meg tudná újítani a kritikai elméletet. Ugye az első pontként arra hivatkoznék, hogy ugyanebben a művében, mint hogyha egy másik mű előszava lenne, bevezet egy programot, ami arról szólna, hogy a kritikai társadalom elmélet hogyan újítható meg. Hogyan hozható létre tehát egy olyan társadalom elmélet, amelyben a normatív filozófiai szempont és a társadalom kritikának ez a szociologizáló nézőpontja szerves egységet képez. Tehát az a kérdés foglalkoztatta eredetileg, amitől eltért a szabadság fogalmához, hogy mi lehet a kritikai elmélet normatív alapja. Itt elsőnek azt fogalmazta meg, hogy el kell vetni azt a téves tradíciót, amely szerint a társadalom kritika alapjaiul szolgáló normák egy monologikus folyamatban, filozófiai gondolkodás során egy filozófus által kikövetkezthetetők. Egy olyan elképzelést vázol fel, ha jól értem, amely szerint a társadalmi intézmények fenntartása elképzelhetetlen anélkül, hogy a társadalom tagjai bizonyos közös előfeltevéseket, idealizációkat, stb. Fogadnának el, akkor is, hogyha egymással konfliktusban állnak, van valamilyen kötelező, vagy valamilyen közös idealizáció, hogy ők elképzelnek egy intézményt, egy családot, egy közösséget, stb. Ha vannak ilyen bizonyos előfeltevések, normák és idealizációk, akkor a kritikai filozófusnak nem filozófiai konstrukciót, nem elméleti konstrukciót kell megalkotni. Itt az ellenpélda Lukács György egyébként, aki a Honneth álláspontja alapján íróasztalnál próbálta megszerkeszteni, hogy milyen lenne a proletár osztálytudat, hanem egy szerteágazó interdisziplinális kutatásra lenne szükség, amely feltárja annak a normarendszernek az eredetét és működését, amely áthatja a társadalom különböző szféráit.
Ezt a normarendszert, ha feltérképezte a társadalomtudós és a kritikai teoretikus, akkor ennek a nézőpontjából lehet szembesíteni a társadalom tagjait azzal, hogy ezek a társadalmi intézmények milyen szempontból működnek destruktívan, rombolóan, stb. Tehát egy ilyen kritikai elmélet valójában szociológiai realitásban találná meg a saját nézőpontját. Ebből úgy látom, hogy egy társadalomkritikának egy realista nézőpontja bomlana ki. Nincsen ebből a szempontból olyan kitüntetett norma, amit ne a létező társadalmak interakciós viszonyaiból következtetnénk ki. Mik tehát a problémák ebből a szempontból? Ugye a felvázolt szociológizáló interdisziplináris megközelítés az lehetővé tette volna egy olyan kritikai elmélet kidolgozását, amely a kritikus társadalom kritikus pozícióját nem egy filozófiai módszerekkel rekonstruált szabadságeszméhez kapcsolja. Pont az ellentéte annak, amit a Honneth később ebben a műben és a felsorolt műveiben csinált. Súlyosabb probléma azonban, hogy a fiatal Honneth-től eltérően a társadalmi patológia fogalmát elválasztja a társadalmi szenvedés fogalmától. Ez azt régebben a Honneth mindig olyan műveket írt, amiknek a középpontjában megvetés és a szenvedés tapasztalata állt. Tehát azt mondta, hogy társadalomkritikát csak úgy lehet művelni, hogyha az adott társadalomban fölmérjük a szenvedést és a megvetés, a megalázás tipikus formáit, és ezeket a mintázatokat próbáljuk feltárni. Látható volt, hogy ebben a gondolatmenetben viszont teljesen elválasztotta a szenvedés fogalmától a társadalmi probléma fogalmát. Ez pedig azt üzente, hogy a kritikai teoretikus ilyen monologikus, filozofáló perspektívából is rá tud mutatni a cselekvő lehetőségeit beszűkítő cselekvésmódokra. Azt üzente, hogy a kritikai teoretikus anélkül is föl tud állítani egy diagnózist, hogy mondjuk fölmérni a társadalom perifériáján élőknek a problémáit, és ezeknek a problémáknak az okait próbálna feltenni. Szóval semmiféle ilyesmiről nem volt szó, ezért nagyon nehéz ezt kritikai elméletnek nevezni. A másik probléma az, hogy amit akár hozzá is kapcsolhatunk az előző Habermas előadáshoz, és Habermas nézőpontjából bírálhatjuk meg a tanítványát, Honnethet. Az jött ki nekem itt, hogy Honneth filozófiai perspektívából egy filozófiai perspektívát vázolt föl, amelyből a formális szabályok által uralt világ, tehát a jog és a morál világa állt szembe egy plurális, szociális világgal. Úgy érzem, hogy ez volt a végeredmény. Ebben a kettőségben próbálta kijelölni azt a helyet, hogy hol azonosíthatjuk be a társadalmi problémákat, a társadalmi patológiákat. Ezeket a társadalmi patológiákat ő rendszerint valamilyen formális rendszer logikájának a túlfeszítéseként, tehát vagy a jog, vagy a morál világ logikájának túlfeszítéseként tudta magyarázni. Az volt a probléma, hogy ebben a szituációban minden, amit szociálisnak vagy társadalminak nevezett, az mindig pozitív színben tűnt föl, míg amit jognak nevezett, vagy morálisnak, az mindig korlátozottan jónak, vagy egészen egyszerűen probléma, vagy néhány esetben problematikusnak mutatkozott. Ebből, hogy ilyen absztrakt szinten fogalmazza meg a kritikát, az a probléma állt elő, hogy nem volt világos, hogy a szociálisnak, magának a szociálisnak, a társadalminak a problémái, belső problémái hogyan azonosíthatók. Még mindig kicsit absztrakt módon fogalmazva, nem volt elkülöníthető
megpróbálom most még ennél érthetőbben elmondani, tehát hogy úgy jelent meg nála a szociális, mint ami a szolidárisnak valami megnyilvánulása. Sok esetben úgy láttuk, hogy amit ő szabadságként, szociális szabadságként ír, az nem szabadság igazából, ő valahogy a szolidaritás fogalmát szeretné megragadni. De amikor ezt megragadta, akkor ez mindig pozitívként tűnt föl. És úgy érzem, hogy itt kilóg a lóláb, nem tudja megmutatni, hogy a szolidaritásnak is magában vannak függetlenül a jog és a morál világától patológikus esetei. És bizonyos szempontból ezt a Honnetti művet is itt tudnám egy ilyen történeti távlatba visszahelyezni. Ugye a Honnett műve is a 2006-7-8-9-ben íródhat valamikor, és egyszerűen nem voltak előtte olyan társadalmi jelenségek, amelyek azóta mindennapi életünk részét képezi. Tehát teljesen világosan látszik, hogy az azóta kibontakozó tömegmozgalmak, mint amik Németországban is vannak, a Pegida, meg ilyen antiiszlamisták hasonló mozgalmak, leírására tökéletesen alkalmas a szociális szabadság által adott leírása. Az emberek szabadságot élnek meg, egymásra hagyatkozhatnak, egymás perspektívájába helyezkedhetnek, úgy hajtják végre a cselekvésüket, hogy arról nem is kell beszélni, ráhagyatkozhatsz a másikra, és egész egyszerűen pusztító erővel bír. Tehát a határvonal az nem ott húzódik összességében, ahol a Honnett elképzeli, a formális szabályok világa és a szociális világ között, hanem mind a két világban vannak patológikus esetek és nem patológikus esetek. Ebből következik még egy probléma az, hogy, de erre már tényleg csak utalok, mert hogy túl haladtam minden előre eltervezett időt, hogy a másik oldalról is problémás, hogy a jogvilága az túlzottan formálisként van bemutatva. Tehát, hogyha megfigyeltük, akkor a jogról, amikor beszél, akkor mindig valami olyasmiről van szó, hogy az egyén visszahúzódik a közösségből, háttérbe húzódik, a jogbástyája mögé húzódik. Ez egy nagyon korlátozott jogfogalom. Itt viszont egy korábbira lehetne utalni, pont a kelet-közép-európai ellenzéki mozgalmak, amelyek voltak a múlt rendszerben, példája mutatja, hogy az egyik legszimbolikusabb cselekedet az, amikor ez a csináljunk úgy, mintha jogállamban élnénk. Alkalmazzuk a jognak a nyelvét egy olyan társadalmi környezetben, amely teljesen világos módon jogsértésre épül. Ez nagyon felszabadító, hogyha visszaolvasjuk a visszaemlékezéseket, ez nagyon felszabadító erejű lehet. Ebből látszik, hogy a jognak van egy nagyon szimbolikus ereje, amely összeköti az egyéneket. És ilyen módon ez a honnettiános jogfogalom, ami teljesen formális és a privát ember védelmére szolgál, csak szemben a teljesen pozitív módon megjelenő szociálisa, ezt én rendkívül problematikusnak látom. Hogy miért tartottam ezt igazán lényegesnek, én bizonyos pontig nagyon meggyőzőnek éreztem a szociális szabadság fogalmának létjogosultságát. Politikai filozófiai szempontból ezt egy teljesen értelmes gondolatmenetnek tartom, és érdekesnek is, és teljesen megvilágító erejű, hogyha visszamenőleg Hegelt olvasom, de ez a politikai filozófiai része, hogyha Honnettet, mint társadalomkritikust vizsgálom, akkor viszont azt mondom, hogy ezen a ponton tévúthoz jutott az elmélete. Ebből a szempontból nem lehet világosan feltérképezni azt, hogy a modern társadalomnak mik a legalapvetőbb problémái. És itt fejezném be a második előadást. Nagyon szépen köszönöm. Én elég régen pofákat vágok. Szóval
ahogy kifejtetted ezt a dolgot, tehát én nem, tehát hogy mondjam, én nem, mert ugye te most igazából azt mondod, hogy te elméletileg meggyőzve lennél, csak hát gyakorlatilag, én meg elméletileg se nagyon, nagyon nem vagyok meggyőzve, sőt azt gondolom, hogy ez egy durván antiliberális. Ez egy durván antiliberális koncepció. Tehát az a dolog, hogy az emberek eleve úgy fejtsék ki a nézeteiket, hogy eleve bekalkulálják a másiknak a nézeteit, ezek lényegében lehetséges, hogy ez ennek a hogy mondjam, német típusú koordinatív társadalomnak egy remek ideológiája, hogy ne ütközzenek meg ténylegesen az emberek, hanem előre, az, hogy mindenben állapodjanak meg már a mielőtt kirobbannának a konfliktusok, én ezt értem. De ezt szerintem hagyjuk, de ezt ne nevezzük szabadságnak. Tehát ezt mondjuk azt, hogy ez egy társadalom működtetési technika, hogy eleve bekalkuláljuk mindazt, amit a másik gondol, és akkor eleve nem javasolunk semmit, és eleve nem gondolunk semmit, hanem eleve már a másik helyet. Érted, amit én mondok? Hogy ennek, hogy mondjam, ahhoz az eredeti liberális gondolathoz, hogy ahhoz a gondolathoz, hogy a közjó az nem azon a módon alakul ki, hogy valaki egy hivatalban összesíti a tervszámokat, hanem azon a módon, hogy a piac versengő aktorai azok végső soron létrehozzák a szabad piacgazdaságot, és az végső soron mindenkinek jó. Hogy a szabad gondolkodás azzal, hogy az emberek különböző véleményen vannak, és ők egymással vitatkoznak, az hozza létre a szabadságot, nem az, hogy eleve bekalkulálják egymás gondolatait. Tehát én ezt éppen azt gondolom, hogy ez, ha akarom egy durván konzervatív, ha akarom, akkor egy durván szocialista gondolat, de semmiképpen nem liberális. Aha. És sőt, szerintem semmiképpen nem hegeliánus. Mert nem a tézis, antitézis, szintézis alapja, nincs tézis, nincs antitézis, csak szintézis van. Eleve úgy kezdünk. Tehát én ezt szóval nagy ellenszemvel hallgattam én ezt az egész dolgot, ami nyilván az én hibám, ez az egyik problémám. A másik problémám az, hogy egyébként az én kedvenc, politikai versem az a Herta Jenőnek a Szabadság című verse, amelyben azonban van egy nagyon durva mondat, ami ugye úgy szól, hogy amíg te másoknál szabadabb vagy, addig te is csak egy gyávarabb vagy. Na most ez ugye lényegében azt a, hogy mondjam, tehát a mindent vagy semmit totalitását kívánja megteremteni, tehát hogy nem lehet harcolni a szabadság kisköreiért, nem lehet azt mondani, hogy most valamit elérünk, valamit nem érünk el, bizonyos csoportoknak, bizonyos országoknak teremtünk szabadságot, másoknak nem, hanem ez a WHO koncepció, hogy addig ne, hogy mondjam, hogy ne oltsák az európai embereket, amíg a világban szét nem osztják az összes vakcinát. Én ezt értem, hogy ez egy, szóval hogy mondjam, tehát én értem ennek a logikáját, mint hatalom működtetési technikát, de hogy ennek nincs köze a liberalizmushoz, abban hát szinte teljesen biztos vagyok. Ja. Jó. Hol is kezdjem? Tehát, hogy valamennyire
meg kell védenem. Igen. Azt hiszem, hogy vagy én mondtam rosszul, hát nagy lóugrásokba mentem még így is, vagy rosszul értetted azt a nézetet, hogy a Berlinnel való vita főpontja az volt, hogy amikor ilyen kollektív együttcselekvésekről beszélünk, akkor két típusról van szó. Az egyik, amit a legjobban utál a Honet, és ennyiben nem antiliberális, az az, hogy ez akár közös döntéshozatalba eltervezett cél, amit aztán mindenkinek követnie kell, ez nem ez a szabadság. Uh-huh. Úgyhogy pont ezt kell elvetni. Tehát ezt... a demokratikus centralizmus nem tartja szabadságnak röviden. Hát ezt a Rousseau-féle általános akarat szerint való eljárást, az biztos nem, ennyit azért mondhatunk. Tehát a Berlint, amikor újraolvassa, akkor szerintem nagyokat bólint rá, hogy nem ez a szabadság útja, amit ott ő leír pozitív szabadságként. Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy van egy olyan döntéshozás, ami racionális, és aminek a segítségével mi kitűzünk célokat, na és akkor azt a célt mindenkinek követni kell, tűzzel vassal át kell hajtani, mert különben az Istennek se lesz szabad az ember. Hogy az világos, hogy mind a kettő számára ez ami a szabadságnak álcázott szolgasághoz vezető út. Szóval ez teljesen világos, hogy itt nem ebbe az irányba szeretném. Máshol látom a problémákat, mint te. Bizonyos szempontból ott látom, hogy a liberalizmus kikerül a rendszerből, tehát végül csak nem úgy, ahogy te elkészíted, nem a népakaratnak alávetett egyén esetében veszik el a liberalizmus, hanem máshol. Most én úgy látom, ez a jó hiszeműség, hogy ezt akarja az egyébként hegeliánus, mert ilyen végig ilyen hármas struktúrában konzekvensen végigvett állás van, ami éppen hogy tézis, antitézis, szintézishez vezet, ha csak ezt a három szabadság fogalmat tartott szem előtt. Mindegy, szóval, hogyha ettől a struktúrától erről a struktúráról leválasztod, akkor ez egy ilyen radikális demokrata dolog lenne, amitől persze borsózhat a hátunk, ami azt jelenti, hogy vannak olyan, hogy ezek a szolidaritás formák, amik így spontán módon kialakulnak és szabadságélményhez vezetnek, ezek tök elvált törvényhozat, és nem tudjuk. Ő azt akarja mondani, hogy a társadalomban létrejönnek spontán ilyen szolidaritás formák, amelyekre utána a társadalom ráépül. Ezeknek különböző ilyen teljesen meghökkentő, hogy miket hoz föl például. A demokrácia az jelenik meg nála állandó, ez a demokratikus döntéshozatal. Az a típusú, amit nagyon szeretnek ugye a nyugati baloldali gondolkodók, ezek a munkástanácsok típusú döntéshozata, amikor spontán módon, ez kicsit, amit mondta, a szabadság kiskörei is ilyen, spontán módon megszerveződik valamilyen szolidaritásnak valami formája, amely aztán nem engedelmeskedik az éppen uralkodó normáknak, hanem valamiféle a társadalomnak valami alapszövetét alkalmazás. Ilyen módon írja le a családi viszonyt, egy csomó ilyen spontán módon, vagy természetes módon kiépülő szolidaritás viszont. Ezért mondtam, hogy ez nem a szabadságot jelenti számomra, hanem egy nagyon szép leírását adja annak, hogy mi a közös a szolidaritás fogalmai, csak én nem ezt tartom szabadságnak. És a harmadik, amit említesz, ami az előadásban nem volt, de hogy
Hornet művében a legjobban támadott volt, az éppen az, hogy ő a kapitalista viszonyokat is egy spontán társadalmi folyamatként írta le. És azért volt olyan, aki a kritikai elmélet híve volt, és követte Marxtól Axel Honnettig, és a Quanta nevű Hegel kutató azt mondta, hogy nem azért lettem 60-as években új baloldali, hogy aztán megtudjam 2011-ben, hogy a kapitalizmus is szolidaritáson nyugszik. Tehát, hogy ilyen szempontból a Honnet, az teljesen átvágja ezeket a berögzült gondolatmeneteket, és ilyen szempontból engem ki is zökkent egy kicsit, és én ezt szeretem az egészben. Ha visszatérünk például a Berlin-féle 3-as felosztáshoz, akkor szerintem például egy hihetetlen értéke ennek, hogyha a szabadság tipológiát megalkotjuk, akkor bemutatható, hogy van olyan típusú szabadság is, amikor a szabadságot érintünk, de nem individuális, hanem kollektív, de nincs alávetve szabályoknak és kényszereknek. Tehát ilyen módon számomra teljesen felborítja ezt a berlini nézőpontot, és én azt meggyőzőnek tartom, kreatívnak, és hasonlók, és biztos bennem van az, hogy én több művét olvastam a Honnetnek, és ismertem személyesen, hogy individuális szabadság híve. Tehát innentől kezdve az én kritikám arra vonatkozik, hogy ez a mű összességében adekvát módon nem juttatja kifejezésre azt, amit ő valójában a szabadságról gondolna. Aha. És vannak művei, amiben jobban, csak ott nem a szabadság kerül előtérben. Hát, bocsánat, ha szabad, én is megköszönném ezt a kitűnő előadást. Én nem ismertem ezt a szerzőt, úgyhogy köszönöm, hogy megismerkedhettem így a gondolataival. Az előadás elején a társadalmi szerződésről szó volt, és hogy a szabad ezt kapcsolni, akkor kérdezném, vagy mondanám, hogy azt úgy beláthatja az ember, hogy a társadalmi szerződés az tényleg hát nem társadalmi, mondjuk, mert hát csak egy része az életünknek, mondjuk nem az egy társadalom, de mondjuk egy alkotmány sem az egész életünkről szól, csak mondjuk egy államról, és a társadalmi szerződés is végtelen, egy államot azért csak-csak létrehoznám, de és azért valamit mond róla, például feladatának szabja meg, hogy garantálja a polgárok biztonságát, ugye, az a minimum, de aztán még lehet más is, ezt mindenképpen kell csinálnia. És azért kérdezem, hogy az alkotmány felfogható-e társadalmi szerződésnek, vagy azért kevés ahhoz? Köszönöm. Hát saját fejből biztos, hogy nem tudom ezt meg ítélni, és talán a Honnet szemszögéből, és ha követjük ezt a honnetiánus gondolatmenetet, akkor ő azt feltételezné, hogy van valamilyen teljesen természetesen, spontán módon szerveződő társadalmi szövet, és a szabadságot itt kell rögzítenünk, tehát hogy valahogy ehhez kell kötnünk ehhez a természetes szolidáritási viszonyhoz, ami vagy nincs, de hogy szerinte ilyen lehetséges. Tehát szóval Honnettől eltávolítanám, és ha ilyen keretes szerkezetben dolgozunk, akkor viszont a Habermasnak föltéve ezt a kérdést itt az első előadás kapcsán, ez egy erős kérdés. Szóval pont a Habermasnál, mintha ez a kettő összecsúszna. Nem lehet, hogy még ott szóval onnan jött elő ez a kérdés, tehát hogy az alkotmányozási folyamatról néha teljes természetességről beszélnek politikai filozófusok úgy, mintha az maga a társadalmi szerződés műve lenne, holott nem. De bocsánat, tehát az, hogy mondjam, az alkotmány, vagy az alkotmányozás, az, hogy mondjam, nem is állítja magáról, hogy ő csak a szabadságról szólna.
Tehát itt pont az a problémám, hogy tehát amit a Laci ugye úgy fogalmazott meg, hogy minthogyha itt a szolidaritást is szabadságnak neveznék valamilyen oknál fogva. Na de hát, hogy most kis iróniával abból a célból hoztunk létre szavakat az elmúlt néhány ezer évben, hogy a különböző dolgokat különbözőképpen nevezzük. Tehát ez a, hogy mondjam, a 19. század uralkodó eszméi című műben azért a, persze, hát lehet mondani, hogy tulajdonképpen az egyenlőség is szabadság, meg a szabadság is egyenlőség. Persze, lehetne ilyeneket mondani, de mégis azért a termékeny gondolathoz mégiscsak az vezet, hogyha ezeknek a dolgoknak az egyensúlyát, vagy a... Vagy éppen a konfliktusát, nem? A konfliktusát, az egyensúlyát, akármit erről beszélünk, meg ugye a szabadságnak, tehát én ezt az önkorlátozó gondolat az, amit én továbbra is nagyon antiliberálisnak érem meg, hogy mi kell nekem bekalkulálni a másiknak a érdekeit. Miért? Miért? Az egy másik, hogy mondjam, tehát ez egy másik, hogy mondjam, eleme az énemnek, ami bekalkulálja. Nem a szabadságomnak az a lényege, hogy pontosan egy ilyen Habermaszi logikában, hogy ezt egyetlen egy dolog korlátozza, ha úgy tetszik, az, hogy a diskurzusnak a, hogy mondjam, szabályai szerint fejtsem ki a véleményemet. Tehát ne azon a módon fejtsem ki a véleményemet, hogy lelövöm azt, aki nem ért velem egyet. Ez például egy határozottan szabadság ellenes gondolat lenne. Már Habermas értelemben. De hogy ugye muszolinista értelemben nem. Tehát muszolinista értelemben az épp, hogy a szabadságnak egy megjelenési formája lenne, hogy a ember lelövi a másikat. De mondjuk Habermas értelemben nem. Tehát Habermas értelemben ugye itten a diskurzus felől lehetne értelmezni a szabadságot. Ha be kell kalkulálnom eleve, amit a másik mond, akkor ezt miért hívjuk szabadságnak? Tehát nekem ez a lázongásom továbbra is, tehát hogy jó, de akkor lehet, hogy valamit nagyon félreértek, mert tehát mint amilyen, hogy mondod a kapitalizmus, hogy a dolgok nyilván akkor működnek jól, hogyha a tőkés is kifejti az érdekeit, a munkavállaló is kifejti az érdekeit, majd valahogy megegyeznek. Állam meg egy kicsit pasztorálja ezt a dolgot. Nem akkor, hogyha már eleve bekalkulálják, hogy a másik mit mond, és akkor a... Jó, szerintem ez egy feszültségteli része az érvelésnek, hogy a szabadság, amit szerintem, ami neked is beütött, és nekem is, hogy a szabadság fogalmához újabb és újabb kalkulációk bevonásával jutnánk el, az ellen idegenkedünk. És ennek ellent mondani látszik az a másik szál, ami megjelenik a Honnetnél, az a szál pedig az, hogy azt a fajta spontán szabadságot akarjuk megragadni, amely teljesen független a kényszerektől, mégis valamilyen értelemben előre visz minket. És szerintem akkor azok alapján, amit mondasz, én most ezt látom világos ellentmondásnak, hogy ez a kettő, ez nem egy irányba tart. Mert hogyha még kalkulálgatok, akkor nem jutok el a szabadsághoz, de tulajdonképpen bizonyos értelemben szabadsághoz, vagy a szabadság alapját képező elemi szolidaritásnak lényegét képezi az, hogy így én fölismerem a másikban, hogy ez egy ember, aki valami olyasmit akar, amivel tök komplementer viszonyban van az, amit én szeretnék csinálni. És a kapitalizmusnál szerintem ő pont, hogy a baloldali híveit nem akarja elidegeníteni attól, hogy a tőkés és a munkás szabad megegyezéséről beszélne, az a talán nincs benne, de maga az, hogy az egésznek az alapját a csereviszony
képezi, és hogy ebből kifejeződik valami olyan spontaneitás, hogy nekem arra van szükségem, neked meg arra, és kitaláljuk, hogy legyen valami közvetítő eszköz, az szerintem számára ennek a fajta ilyen társadalmi szövetnek a megteremtéséhez valami alapvető dolog, uh-huh. amely nélkül nincs szabadság. Tehát visszatérve, én ebben mindig megengedő vagyok a Honnettel, hogy ő azonosítja a szabadság előfeltételeként, amit a Habermas nem, hogy van egy ilyen nulladik lépés, az, hogy vannak ilyen eljárások, amiknek a során belátom, hogy te valami olyasmit akarsz, mint én, vagy valami azzal komplementer dolgot, és ezért tudunk együttműködni teljesen kényszermentesen, ez megelőzi magát a diskurzust is, ha tetszik, így ez teremti meg az alapját annak, hogy egyáltalán olyan felek legyünk, akik között diskurzus lehetséges. Ezzel megbocsátó vagyok, nekem két dolog nem tetszik továbbra is, ez, hogy biztos, hogy ezt szabadságként kell leírnunk, és nem, ahogy említettem, a szolidaritásként, vagy bármiként. A másik problémám az, hogy nem látja, hogy ugyanilyen viszonyok megteremtése óriási probléma. Szóval, hogy ennek vannak jó ilyen szövetségkeresés, spontán szövetségkeresési folyamat, és egyszerűen vannak rosszak. Tehát, hogy ez nem feltétlenül vezet mindig jogkiterjesztéshez, vagy nem tudom, micsoda, de hogy most a teljes, erre biztos találnánk ellenpéldát a könyveiben, hogy ez miért nem felel meg a szabadság. Azok az emberek, akik elindulnak egy pogrom végrehajtását, azok se egyeztetnek egymással, hanem mennek nagy tömegbe. Tehát, hogy én ezt azt nem tudom a Honnettnél értelmezni, hogy miért nem látja azt, hogy ennek a spontán módon létrejövő egyességnek, az egymásra nézünk, ugyanazt szeretnénk, és egymást kiegészítjük. Ennek vannak rossz vonása, ez te hozod a baltát, én hozom a húsán. Tehát, hogy ez nem világos, hogy egészen egyszerűen a társadalmi problémáknak és a problémamentes szolidaritásnak nem itt vannak a határai, ahol ő meg akarja húzni nekem. Ez a problémám, különben én megbocsátó vagyok vele szemben. A másik, meg én arról kérdezném a véleményeteket, hogy vajon a szabadság és az effectiveness az nem két különböző tengely? Tehát, hogy... Köszönöm a kérdést, de... Igen, tehát, hogy... Hát igen, nehéz. A vélemény szabad kifejtése, vagy hogy mondjam, tehát az, hogy egy vitában szabadon elmondjuk a véleményünket, és hogy mivel lehet választást nyerni, azért az mégiscsak két különböző kérdés. Tehát, hogy... Sőt, mi több, én valahogy úgy akartam ezt a megbocsátó módon rekonstruálni, hogy ezt a mozgástér növeléseként. De hogy ez nem rímel a jogkiterjesztésre sem, mert hogy általad feltételezett diktátor is a saját mozgásterét növeli azzal, hogy és ezzel nem írtuk le a szabadságot, valószínűleg az ő szabadságát sem, hogy a diktátor sem szabad valószínűleg, de nem írtuk le az egész társadalom szabadságát, az meg végképp nem, vagy a társadalmi környezet szabadabbá válását végképp nem. Én addig vagyok addig követtem, míg volt ez a vita partnere, a Brandon, aki azt mondja, hogy ahogy én olvastam, hogy az igazán szabad és jogkiterjesztő figura, az nagyon jól fölismer egy készen talált helyzetet. Ilyenek voltak a klasszikus jogvédők. Tehát az, hogy Egyesült Államokban polgári jogokra hivatkozni, az egy nagyon jó kulturális háttérismeretet igényel. Nekem ez tetszik egyébként, tehát hogy ez a jogvédő harcos az nem magányos figura, hanem appellál egy olyan
dologra, ami benne van valahogy a politikai kultúrában, csak arra kell reflektálni. Úgyhogy nekem eddig tetszik a mi perspektíva fölvázolása, csak igen, itt az lehet a probléma, amit mondtál az elején, hogy se a hatékonyságot, sőt az egyéni mozgástér növelését sem azonosíthatjuk a szabadság növekedésével. Igen. Hát, bocsánat, hogy beleszólok, köszönöm szépen, nekünk indul a vonatunk, úgyhogy én elköszönök. Kétene délután volt, köszönöm, hogy hallgathattam. Sziasztok! Én is nagyon-nagyon megköszönöm. Köszi! Laci, és akkor majd jelzem, hogy hova került ez a... Jó. A videó. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, sziasztok!